Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, nem csak hogy orkán erejű, hanem meccően hideg a szél, amiben a csapatok futballozni kénytelenek a mai napon, és ez egyetlen labdarúgó számára sem öröm, de valóban tétmérkőzés, és nagy a tét, hiszen a döntőbe jutásért játszanak a csapatok. Simon lép vissza a labdáért. Uzomá jön mélységből. Juhász vele szemben. Jó a beadás, és egy gól! Már-már öngólt kiáltottam, de akkor még nem volt bent a labda. Vinicius kikotorta, Simon megbevágja. A negyedik percben vezet a Pécs. Nagy Olivér lépett be két védő közé, és ezzel meg is zavart a Tuivelt. Már ez bent volt, tehát nem Simon a gólszerző, hanem egy öngól Viniciusról került saját kapujába a labda. Azért összegyűltek. Torgelle kiugratása Paraibának, tökéletes labda volt, és sikerül ebből egyenlíteni. Mekkora indítás Torgellétől, és Paraiba tartja nagyszerű góllövő formáját, amelyet leginkább a felkészülési mérkőzéseken mutatott. A Les határól ugrott ki Paraiba, centiken múlott, hogy Les volt vagy sem. Minden esetre ez nagy meglátás, és egy tökéletes lőtt passz Torgellétől. Szép befejezéssel a végén. Mitrovic érkezik a bal oldalon, Álvarez egyedül, aztán bele egy védőbe. Mitrovic, gyönyörű gól! Itt viszi el a labdát Álvarez, aztán a lövése nem az igazi, de Mitrovic remekül reagál. Nem is ez az érdekes, hanem majd Mitrovic lövésénél nézzük csak, hogy ott mennyire zavar a középen tartózkodó fehérvári. Hát bizony zavarhat. Nem látott tőle Dibusz, szerintem ez Les volt. Mitrovic érdemeiből persze ez mit sem von le, hiszen ragyogóan eltalálta a labdát. Koller. Az jó kiugratás Simonnak, Vinicius nem éri el a labdát, Simon, és elakad végül Tuivel lábaiban. Simon szabadrúgása volt már egy. Ez most veszélyesebbre sikerült, nem tudom, hogy kapura szánta-e. Nikolic üldözte. Brácsi szörnyű helyre, Simont azonban szerelik, Horváth Zsolt fölé rúgja. Hector, Álvarez, vissza a bal hátvédnek, Hector középre, Torgelle, sikerül blokkolni a Lázárnak. Juhász szabadulna az emberétől, neki magas, Viniciusnak viszont jó, Uzoma a gólvonalról. Szép cselek után Hector megpróbálja jobbal, és jó a középre tett labda! Nikolic a gólszerző! Nem sűrűn használja ilyen cselekedetekre a jobb lábát Hector, de ez tökéletes beadás, mint ahogy a fejes is az. Mondhatni, hogy benne volt már a levegőben, hiszen szorongatott a videóton. Több veszélyes támadást is vezettek a hazaiak, íme az eredménye. Paraiba nagyon szép dolgokat csinál. Torgelle! Ez sem volt csúnya. Dibusz szenzációsan védett. Álvarez. Les gyanús volt, de tovább engedik, és Dibusz. Vitrédi a labda mögött, mint mondtam, a 2009-es Liga Kupa döntőn szabadrúgásból betalált. Most pedig kisiál gólpasztad, a kipattanót viszont lábbal. A labda a pécsieknél továbbra is. Vinicius elvéti Dr. Horváth. Horváth lövi. Mellé! Mintha az a szabadrúgás és az abból adódó két gólszerzési lehetőség újabb energiatartalékokat szabadított volna fel, Vitrédi veszélyeztet most. Álvarez. Álvarez húz befelé, Álvarez szóló mellé! És itt a mérkőzés vége, Dibusz kirúgására már nem marad idő. 0-1-ről fordítva, tehát 3-1-re megnyeri a Liga Kupa elődöntő első felvonását a Videoton hazai környezetben. Vasárnap lesz a visszavágó Pécsen.